De az ember fellázadt Isten ellen, és ebben megszűnt az Isten-ember közti harmonikus kapcsolat. Isten és az ember viszonyáról, a 21. századról, a kereszténységről, Európa problémáiról és az ezekből való kiútról hallgathatták meg Vicián Miklós gondolatait az érdeklődők a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. Az előadó többek között arról beszélt, a kereszténység elveszítette hegemóniáját Európában, de megmarad és megtalálja majd a helyét a vallásrendszerek között. Európa lakossága 1950 óta gyakorlatilag változatlan, mondjuk egy 20%-kal nőtt, miközben a föld lakossága 2 milliárdról 7,5 milliárdra nőtt. Tehát Európa lakossága hanyatlóban van. Na most ennek a kereszténységhez annyiban van köze, hogy Európa elvesztette a keresztény jellegét. Európa egy elvilágiasodott, szekularizálódott társadalom lett, és a kereszténységnek meg volt, meg van és meg lesz a helye, de nem dominánsként. Tulajdonképpen amikor domináns volt, akkor nem volt igazán keresztény, szóval akkor az egy hatalmi rendszer volt. Most a kereszténység az egy hitvallás, és a politikától független elvált az állam és az egyház egymástól. Az előadás kitért a kereszténység mellett az iszlám vallásra és annak kérdésére. Vicián Miklós szerint az iszlám és a kereszténység nem tud majd békében egymás mellett élni. Megítélése szerint az iszlám vallás követői mindenhol uralomra törnek, és ez várható Európában is. Nagyon sok jel mutat arra, hogy és ugye ezt úgy halljuk a hírekben is, hogy jelenleg a kereszténység a legüldözöttebb népcsoport vagy csoportosulása a Földnek, és az iszlám az egyben egy vallás, egy politikai rendszer, egy életmód, és egyáltalán nem egyenlő minden ember. A muszlim ember mindig különb, mint bármelyik többi. És legfőjebb, amíg nem tud hatalomra jutni, addig megtűri. Utána egy másodrangú állampolgárként kezeli. Az iszlám az dominanciára törekszik, és az iszlámban nincs olyan, hogy ők valakivel együtt élnek. Addig tudomásul veszik, amíg nem jutnak olyan pozícióba, hogy többségbe legyenek. Szó esett a 21. század problémáiról is. A mai internettel átszőtt világban rengeteg információ áramlik át a világ egyik feléről a másikra, és ezek az információk sok esetben nem, vagy csak részben fedik a valóságot. Ugyanakkor az események részletei rekordsebességgel közlekednek a világ távol eső pontjai között. Egy ökológiai kérdés, hogy még a múlt század vége felé, tehát az 1980-as évekig nagyobb volt a Föld, mint amennyi ember élt rajta. Ma viszont az a helyzet, hogy már körülbelül másfél Földre lenne szükségünk ahhoz, hogy el tudja tartani ezt a népességet, ami most már egy körülbelül 12 évenként 1 milliárddal növekszik, és ez egy olyan hihetetlen kihívás, amivel mindenképpen szembe kell nézni a 21. század elején, és hát ennek megfelelően a víz is, ugye amikor még egy ember pár volt, vagy csak az ősember volt, akkor is ugyanez a vízmennyiség volt a Földön, mint ma. Tehát most 7,5 milliárd embernek kell ezen az édesvízen osztoznia. A kereszténység és az emberiség problémái az előadó szerint összefüggenek. Ezekre a megoldást az embereknek önmagukban kell keresniük, vagy pedig össze kell fogniuk a megoldás érdekében. Ahogy mondják, Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Szóval, hogy azért, mert a szüleink, nagyszüleink keresztények voltak, ez nem jelent belépőt a mennyországba.